Sziasztok, Dávid vagyok. Ez itt a Balaton Televízió új gasztroműsora, a Mesterjén egyszerűen főz tovább. Szeretnénk olyan ételkülönlegességeket bemutatni, amit ti is otthon könnyen, gyorsan és egyszerűen el tudtok készíteni. A mai nap egy töltött káposztát hoztam nektek, amit a Távol-Kelet egyik fűszerkeverékével fogunk ízesíteni, a garam masalával és egy kis friss korianderlevéllel. Nézzük a többi hozzávalót. Savanyított káposztalevél, kis gersli, tojás, darált sertéshús, paradicsom, vöröshagyma kockázva, fekete bors, só, és végül nem utolsó sorban egy indiai lepény kenyér, amit itthon esetleg úgy is hallhatatok, hogy nem kenyér. Akkor kezdjük is el. Első lépésben a tölteléket fogjuk bekeverni, ami az kell nekünk egy keverőtel. A keverőtálba a darált sertéshúsunkat beletesszük. Következőben a gerslit. Aztán egy kis sót teszünk bele. Borsot. És a garam masala fűszerkeverékünkből, és ki mennyire szereti ezeket az indiai különleges fűszereket. Óvatosan kell vele bánni, elég erős fűszer. Az összevágott korianderlevelünkből is szórunk bele. Tojásból 2 darabot fogunk beletenni. 1, 2, és ezt jól összedolgozzuk. A töltelékünk rendesen elkeveredett, akkor az lesz a következő lépés, hogy a káposzta levelekbe betöltjük a kis gombócokat. A már említett káposzta levélbe, ami egészben így néz ki, ebbe fogjuk betölteni a kis gombócainkat, de először ezt a vastag eret kivesszük belőle, kellemetlen zavaró tényező tud lenni a töltésnél, és elkészült, kész vagyunk ugye a levelekkel. A töltelékünkből kis gombócokat formálunk, betesszük szépen a káposztába, az oldalát felhajtjuk és föltekerjük. És ilyen kis csinos gombócokat kell kapnunk, és ebből csinálunk annyit, amennyi a töltelékből kijön. Elkészültek a gombócaink, nézzétek meg, milyen kis gyönyörűek lettek. Most elkészítjük azt a szószt, amivel végül a káposztát meg fogjuk párolni. Fogunk egy serpenyőt, felhevítjük, olajat öntünk bele, aztán jön a vöröshagyma. Elkezdjük pirítani. Feltesszük a paradicsomot. Megkeverjük, sóval, borssal, ízlés szerint ízesítjük, és a garam masala fűszerkeverékből is teszünk be egy keveset. És a kis gyönyörűséges káposzta gombócainkat belehelyezzük a raguba, lejjebb vesszük a lángot alatta. Lefedjük, és lassú tűzön, 3-4 órán keresztül pároljuk. Letelt a 3-4 óránk, a káposzta gombócaink megpárolódtak, a tálalás pedig úgy fog történni, hogy a nánkenyerünket, ugye ami egy indiai lepénykenyér, mint hogyha esetleg Indiába jártok, akkor a
az utcán, ilyen hatalmas vas serpenyőben sütnek az indiai szakácsok, vagy az utcai árusok. Ez igazából egy kerttésztás, szódabikarbonás tészta, amiben liszt, vaj, élesztő, tej, joghurt, só, sütőpor, illetve szódabikarbóna van, és utána ezt megkeresztik, kinyújtják vékonyra, és a nagy vasüstnek a szélén, a forró vasüst szélén sütik meg ezeket a lepényeket. Hogyha otthon szeretnénk elkészíteni, akkor miután kész a tészta és kinyújtottuk, célszerű gáztűzhelyen megsütni. Egy száraz serpenyőt felhevítünk, és a száraz serpenyő, hogyha elég meleg, akkor beletesszük a tésztánkat, és körülbelül 2-3 percig sütjük az egyik oldalát, megfordítjuk, és ugyanúgy 2-3 percig a másik oldalát is megsütjük. Elkészültek a gombócok, szépen az alapján ki mennyire éhes. Szedünk a kis nánkenyerünkre, egyet, kettőt, vagy esetleg hármat. Így. És az alatta lévő szószból, és itt teszünk a tetejére, és hát hogyha így szépen, és hogyha maradt esetleg még friss korianderlevelünk, akkor ezzel megszórjuk, és elkészült a gram maszalás töltött káposztánk. Jó étvágyat kívánok! A helyszínt a Veszprémi Hotel Villa Medici és étterem biztosította.